kívánok, üdvözlöm Önöket, ha nem is Erika Kármán vagyok, de Kármán Erika, hanem Sárdi Dóra, mert Erikát külföldre hívta a kötelesség. És valóban az ő gondolatait próbáltam Önöknek most ma délután ide elhozni. A Szatyor Egyesület, illetve boltról fogok beszélni. Szerintem a modern városi embernek egyik legnagyobb problémája, hogy honnan szerezze be azt a megbízható élelmiszert, amiről valóban tudja, hogy honnan származik, jó szívvel adhatja a gyerekének, illetve ő is fogyaszthatja. Többféle alternatív megoldási lehetőség van, a mai délután során azt láttam, hogy erről fogunk beszélni. A Szatyor Bevásárló Közösség egy olyan fajta alternatívát kínál, amikor családok összefognak, és általuk kiválasztott és megismert termelőktől közösen szerzik be az élelmiszert, leginkább a zöldséget, gyümölcsöt és a tejtermékeket. Ezeket egy meghatározott ponton és egy meghatározott időben elosztják egymásnak. Most röviden el fogom mondani, hogy ez milyen fajta előnyökkel jár egy ilyen közös vásárlás. Tulajdonképpen a lényege az egésznek az, hogy az emberek, mikor elkezdenek gondolkozni, hogy mit tegyenek, hogy egyenek, akkor nagyon rögtön elszörnyülnek, hogy bemennek egy-egy ABC-be, és ott elképesztő mennyiségű és minőségű élelmiszert találnak, de ha megnézzük, hogy honnan származnak ezek az élelmiszerek, akkor 90-100%-ban a zöldségek és a gyümölcsök egy-egy ilyen hiper vagy szupermarketben nem hazai termelőktől vannak, illetve hogyha hazai termelők től származnak, akkor sem olyan módon termesztett és tenyésztett zöldségekről, illetve húsokról vagy tejtermékekről van szó, amik elfogadható minőségűek, vagy szolgálják azt a fajta fenntarthatóságot, ami mindannyiunk jövője szempontjából rettentően fontos. A Szatyor Egyesület körülbelül 6 éve alakult meg, és kezdetben 4-5 család hozta létre, és próbálkozott azzal, hogy beszerezze a mindennapi zöldséget, gyümölcsöt magának. Hát a szatyor elnevezés ugye szerintem nagyon találó, kezdetben zöld szatyorként futott, aztán a zöldet elhagytuk, és csak simán szatyorként ment tovább. Rengeteg problémával küzdöttünk az elején, nehéz volt megtalálni azokat a termelőket, akikben valóban megbízhattunk, illetve meg kellett szoknunk nekünk, városi embereknek, hogy az élelmiszer előállítása vagy a zöldség-gyümölcsnek az érési folyamataiban nincsen beleszólásunk, tehát ez sok esetben hiába rendeltük meg a paradicsomot valakitől, ha iszonyatos nagy esőzés volt és nem tudták leszedni a paradicsomot, vagy elázott az eper, akkor mindannyian csalódottak voltunk, ezt meg kellett mindenkinek tanítani és szokni, hogy az embernek ez ki van szolgáltatva ezeknek a dolgoknak, és hogy nem minden ára ragaszkodni kell ahhoz, amit megrendeltünk, hanem inkább azt kell nézni, hogy mi az, ami elérhető azon a héten. Tulajdonképpen 4 évig nagyjából működött ez a dolog, önkéntes alapon szerveződtünk, tehát mindig volt egy család, aki összeszedte az árut a termelőktől, egy másik család, aki szétszortírozta, szatyrokba rakta, és egy harmadik család, aki az átvételnél lebonyolította ezt a dolgot. Hát híre ment a kezdeményezésünknek, és egyre többen szerettek volna csatlakozni ehhez az egész bevásárlóközösséghez, úgyhogy tavaly előtt egy vízválasztóhoz érkeztünk, amikor is el kellett döntenünk, hogy ezt megtartjuk magunknak, ezt a jófajta lehetőséget, majd megpróbáljuk valamilyen módon kiterjeszteni másokra is. Az utóbbi lehetőséget választottuk, így viszont át kellett alakulnia, egy új formát kellett találnunk ennek a dolognak. Az önkéntes forma már nem volt fenntartható. Tehát létrehoztunk egy úgynevezett társadalmi vállalkozást, ami tulajdonképpen a fenntarthatóságnak az elvén működik. Emellett létrehoztuk a Szatyor Egyesületet is, ami továbbra is önkéntes munkákból áll, és önkéntes alapon szerveződik, és elsősorban szemléletformálás a célja, illetve próbálunk olyan fajta információkat átadni az érdeklődők számára, ami a számunkra fontos fenntarthatóság, környezettudatosság és a többi hívószavak közé tartozik, illetve szintén az élelmiszer felhasználása köré próbálunk programokat szervezni, együtt befőzünk, megtanítunk lekvárokat elrakni, illetve illatszereket készítünk,
ez az egyesületi szemléletformálásnak a lényege. Most röviden végig vesszük, hogy a Szatyor Egyesület, illetve bolt milyen főbb elvek szerint működik. Van az úgynevezett tudatos élelmiszerfogyasztás, ami azt takarja, hogy az ember megválasztja, hogy mi az, amit fogyasztani fog, és hogy pontosan tisztában van vele, hogy amit fogyaszt, az miből áll, esetleg azt is tudja, hogy hogyan termet meg, és így választja ki az étrendjét. A bio és organikus gazdálkodás támogatása is nagyon fontos a Szatyor bolt, illetve egyesület számára. Olyan termelőkkel állunk kapcsolatba, akik ezen két gazdálkodási formában termesztik a zöldségeket és a gyümölcsöket. A bio úgymond pecsét nekünk nem elsődrangúan fontos, tehát ha csak azt látjuk, hogy egy ilyen tehát betart bizonyos szabályokat és kíméletes gazdálkodást folytat, az ugyanolyan elfogadható, mint hogyha megvan a bio pecsét, hogy úgy mondjam, a termékein. A vásárlóink számára minden alkalommal viszont feltüntetjük, tehát van, aki számára elsődlegesen fontos az, hogy ez kifejezetten is csak biotermék legyen, ő feltüntetjük a listában minden héten, hogy mi az, ami biotermelőtől származik, és mi az, ami csak egy kíméletes gazdaságból van. Akkor a környezettudatosságot nagyon sok szempontból fontosnak tartjuk. Itt ugye fontos a szállítás, erről majd később is fogok még egy kicsit beszélni, a szemétnek a csökkentése, tehát a csomagolásnak a teljes visszaszorítása, hogy így mondjam, egy szatyrunk van, amiben mindent belerakunk a vásárlóink számára, az egy ilyen zöld színű szatyor, amit minden héten visszahoznak, elviszik a telit és visszahozzák az üreset. Tehát tulajdonképpen semmifajta csomagolás nincsen, rekeszekben érkezik az áru, amiket cserélünk, tehát azt gondolom, hogy egy nagy piaci bevásárlás után is az ember összeszámolja, hogy hány nylon zacskót volt kénytelen hazavinni a piacról, akkor elszörnyed. Mi ezt mindenképpen el akarjuk kerülni, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. A termelőkkel közvetlen kapcsolatot tartunk, ami azt jelenti, hogy termelői látogatásokat szervezünk a tagjaink számára, általában havonta egy, amikor minden jelentkező család eljöhet és meglátogatjuk azokat a termelőket, akiknek az árvét fogyasztjuk egyébként hétről hétre. Ott egy bemutató van, megismerhetjük, hogy hogyan folyik a termelés. Fontos az, hogy a termelőinket úgy válogassuk meg, hogy lehetőség szerint olyan gazdálkodókat válaszunk, akik kis léptékben gondolkodnak, tehát semmiképp nem tömegtermelés, amit csinálnak. És itt ugye használhatnám az őstermelő szót is, hogy tulajdonképpen vannak, akiknek csak úgymond a feleslegüket vesztük meg, tehát akik egyébként nem mennének piacra, vagy nincsen annyi áruljuk, hogy ők minden héten, hétről hétre kereskedjenek az árujukkal. Tudják, hogy minket fölhívhatnak, ha éppen van 3, 4, 10, 50 kiló málnájuk azon a héten, és mi azt a málnát be fogjuk fogadni, és értékesíteni fogjuk. Így ők is számíthatnak arra, hogyha feleslegük van, mert éppen nagyon jó a termésük, akkor az el lesz adva, mert a vásárlóinknak sikerült az elmúlt 4-5 év alatt azt a fajta tudatosságot megtanítanunk, hogy az ember figyel arra, hogy mi az, ami éppen elérhető, és azt fogja készíteni, akkor fogja eltenni, tehát a tervezés az hogy így mondjam, a természetnek a kezében van, és nem feltétlenül az ember az egyetlen, aki megmondhatja, hogy melyik héten mit tud készíteni. Szintén a környezettudatossághoz tartozóan nagyon fontos, hogy a termelőnk 99%-a 50 kilométerre van Budapesttől, tehát hogy a heti mozgás se legyen túlzottan sok. Van néhány olyan termelőnk, például az olajat, akitől kapjuk, aki fantasztikus hidegen sajtolt napraforgó olajat hoz, aki távolabb van, ő viszont 3-4 havonta amúgy is jön Pestre egyéb szállítmánnyal, és akkor ő fölhozza azt az olajmennyiséget, amire nekünk szükségünk van. Tehát néhányszor teszünk kivételt, de akiktől heti szinten rendelünk, ott mindenképpen ez 50 kilométeres távolság, ez nagyon fontos. Szintén már említettem az idén termékeket, nagyon érdekes volt, és a tavalyi év során tartottunk is erről több beszélgetést, ahogy megyünk bele az őszbe, illetve később a télbe, hogy hogyan fogynak el a zöldségek,
és volt egy ilyen levelező lista, amikor már februárban a mit főzöl kérdésre mindenkinek az volt a válasz, hogy zöldséges rizst, vagy zöldséges csirkét, akkor már egy kicsit így csodálkoztunk, hogy már igen, nem lehet mást főzni, mert már igazából nem jutunk más zöldséghez hozzá, csak az ellerhez, a gumos zöldségekhez, krumplihoz. Tehát, hogy ezt is nagyon érdekes megtapasztalni, hogy hogyan jut el hogyan fogynak el a friss dolgok március-április tájékára, és akkor hogyan örül az ember az első salátának, vagy reteknek, vagy medvehagymának ugye leghamarabb. Tehát ez nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mennyire jó, hogyha az ember ezt követi, hogy mi a realitása az étkezésnek, és nem az a realitás, amit egy hipermarketben tapasztalunk. Hát erről magáról a hulladékról már az előbb beszéltem. Tulajdonképpen az szerintem nagyon fontos, hogy sikerült a résztvevők között egy kölcsönös bizalmi viszonyt kialakítanunk, tehát a mi vásárlóink abszolút bíznak abban, hogy amit mi termékként, jó minőségű áruként kínálunk, az valóban jó minőségű, valóban olyan termesztésből származik, amit mi mondunk, és a termelőink pedig bízhatnak abban, hogy mi el fogjuk adni az ő árujukat, és ezáltal ez egy win-win szituáció, ami sok éve bizonyítja, hogy valóban az. És tényleg egyre több termelő szeretne csatlakozni hozzánk, és egyre több ember is, vagy család találja ezt egy jó megoldásnak. Tulajdonképpen egy ilyen, a városi ember számára szerintem egy nagyon jó fajta átmeneti megoldása az önfenntartás és a piacon való, illetve a nagy áruházakból való vásárlás között. Ezt a folyamatos tanulás és tapasztalatcsere, ezt ugye mondtam, hogy mindenféle képzéseket tartunk, ahol, amit már említettem, vannak gyakorlati és vannak egyébként elméleti programjaink is. Van, hogy kerekasztalbeszélgetéseket szervezünk, vagy közösen nézünk meg filmeket. Tulajdonképpen egy nagyon jó közösség alakult ki a vásárláson keresztül, és mint tudjuk, a hasunk az egyik legfontosabb pontunk, hogy mit eszünk és hogyan eszünk, tehát ez tényleg egy nagyon jó szervező elvnek bizonyult, ezt mutatja a gyakorlat, és a közösség, ami most már állíthatom, hogy legalább 3-400 emberből áll, időnként egy-egy rendezvényen akár 50-60 ember is előkerül, nagyon jó hangulatú programok szoktak lenni, és egyre inkább egyfélét gondolunk nem csak a vásárlásról, hanem egy csomó minden más dologra is. Tehát most így a jelent, ami 2011. januárjától van, amit említettem, hogy így átalakult egy kicsit a rendszer, tehát ez a társadalmi vállalkozás, aminek ugye van egy civil lába, ez a szemléletformálás, ami ezeket a képzéseket, illetve magát a beszélgetések alkotják, van ez a közösségfejlesztés, amiben ugye vannak ezek a különböző információátadó, formális és informális beszélgetések, és hát megjelent, nem volt egy könnyű döntés, hogy megjelenjen, de megjelent az üzleti láb is, ami valamilyen módon egy kereskedelmi tevékenységgé alakította ezt a dolgot, mint ahogy mondtam már, az önkéntes munkából nem volt fenntartható, de az a, tulajdonképpen az van megfogalmazva az üzleti lábnak a sarkánál, hogy amikor ez bármilyen profitot kezdene termelni, amit természetesen még nem termel, akkor annak bizonyos mennyisége vissza lesz forgatva az egyesület felé. Tehát az egyesület fenntarthatóságát is ez a kereskedelmi láb fogja próbálni majd megtartani, vagy működtetni. És akkor itt van egy pár mondat arról, hogy hogyan képzeljük el a jövőt. Eddig most Budapesten két helyen lehet átvenni ezeket az acskókat. Szeretnénk több átvevőpontot létesíteni. Itt már tárgyásban vagyunk különböző szervezetekkel, vagy helyekkel, akik esetleg be tudják fogadni ezeket a szatyrokat hétről hétre. Szintén szeretnénk a heti egy átvevő napot kettőre bővíteni, mert úgy látjuk, hogy lenne igény rá, mert az embereknek nem elég nagy a hűtője, tehát nem tudnak egész hétre beszerezni zöldséget, gyümölcsöt, jobb szeretnének egy héten kétszer vásárolni. Illetve a házhoz szállítást azt elkezdtük megszervezni, ilyen riksás kapcsolatokat próbáltunk felderíteni, most is tárgyásban vagyunk velük, tehát lehetőség szerint nem autóval történne a házhoz szállítás, hanem valami alternatív módon, leginkább biciklivel, csak hát ezek azért nagyon nagy csomagok, tehát egy sima biciklivel nem nagyon
lehetne csinálni. És akkor így most még egyszer meg tudom kérdezni, hogy hát gondoljuk át, hogy ma mi mindent fogyasztottunk, és azokat tudjuk-e, hogy honnan származnak azok a dolgok, hogyan készültek, ki termesztette, és hogyha ezekre a kérdésekre olyan választodunk, hogy bizonytalanok vagyunk, vagy nem tudjuk, akkor csatlakozzunk a szatyorhoz, vagy bármilyen egyéb olyan módszerhez, ahol olyan bevásárláshoz, ahonnan az ember ezekre a kérdésekre igent tud válaszolni. Köszönöm szépen!